8 óra van, ez a híradó az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Orbán Viktor miniszterelnök és Eduard Heger szlovák kormányfő jelenlétében ünnepelték Esztergomban, hogy 20 éve köti össze a Duna két partját és ezzel a két országot a Mária-Valéria híd. Az Esztergom és Párkány közötti átkelőt 44 végén robbantották fel a németek, több mint 50 éven át csak a maradványait lehetett látni. Az első Orbán kormány idején újjáépítették. Arról beszélt a miniszterelnök, hogy az itt élő népek között értelmetlen az ellenségeskedés. Nem háborúzni kell, hanem együttműködni. És ma ez a közép-európai együttműködés erősebb, mint valaha. Nincs sikeres Magyarország, sikeres Szlovákia nélkül. És fordítva, mi a térség népei és államai csak akkor lehetünk sikeresek, ha mindannyian azok vagyunk és együttműködünk. Ne legyen illúziónk, a sikeres Közép-Európa csak nekünk fontos, másnak nem. Aki tehát az együttműködés ellen érvel, a saját maga ellen beszél. Élete végéig börtönben maradt Hassan F., így döntött jogerősen a bíróság. Az Iszlám Állam korábbi magasrangú parancsnokát 2018-ban fogták el Budapesten a Ferihegyi repülőtéren. A dzsihadista férfi 2015-ben Szíriában részt vett több gyilkosságban, köztük nyilvános lefejezésben is. Tavaly decemberben első fokon is életfogytig tartó börtönre ítélték. A jogerős másodfokú ítélet szerint Hassan F. feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az európai biztonság és nyugalom szempontjából létfontosságú, hogy Egyiptomban stabil legyen a helyzet. Erről beszélt Szijjártó Péter, miután fogadta az egyiptomi külügyminisztert. Gazdasági ügyekről, a járvánnyal szembeni fellépésről és az energiabiztonságról is tárgyalt a két politikus. A V4-ek, tehát a visegrádi országok képviselői együtt is tárgyaltak az egyiptomi külügyminiszterrel. Szijjártó Péter kiemelte, hogy külső szövetségesekre van szükség a bevándorlási hullámok megállításához, és ebből a szempontból Egyiptom fontos partner. Arról is beszélt, hogy a V4-ek 2015 óta komoly eredményeket értek el a bevándorlásról szóló vitákban. A kötelező letelepítési kvóták bevezetését mi négyen együtt összefogva akadályoztuk meg itt Európában. Ha akkor 2015-ben és azóta nem tudtunk volna összefogni, ha nem tudtunk volna egységet felmutatni, és ha engedtünk volna a külső nyomásnak, akkor ma az országainkban illegális migránsok ezrei vagy tízezrei élnének. A következő hónapokban megvizsgálják a gyermekotthonokban, illetve nevelőszülőknél élő gyerekek látását. Szemüveget is csináltatnak azoknak, akiknek kell, ingyen természetesen. Nagyjából 28 ezer fiatalról van szó, közülük több ezren lehetnek olyanok, akiknek kisebb-nagyobb baj van a látásával. Egy Somogy megyei otthon volt az első helyszín. Nos, hát akkor Kira, rajtad a világ szeme. Egy olyan kérésem lenne, hogy legyél olyan kedves ide helyezni az állad. Számítógép segítségével vizsgálták meg minden bentlakó gyermek szemét a szakemberek a Fonyódi II. Rákóczi Ferenc gyermekotthonban. Akinél szükségesnek találták, egyénre szabottan további vizsgálatokat is végeztek. Majd a gyerekek maguk választhatták ki leendő szemüvegük keretét. Egy-két héten belül pedig készhez is kaphatják a kiválasztott szemüvegeiket. Az országos programban elsőként a Fonyódi és a Balatonboglári gyermekotthon lakóit vizsgálták meg a szakemberek, akik szerint gyerekkorban hatványozottan fontos a szemvizsgálat és az esetleges korrekció. Mi azt szoktuk mondani, hogy óvodáskortól fölfelé évente egyszer, azt a 15-20 percet tessék rászánni, tessék megkeresni az optikát, tessék felkeresni a kollégákat, és egy szűrést végezzenek el azon a gyerkőcön. És abból már látjuk, főleg ha ugyanoda mennek vissza évről évre, hogy merre mozdul a gyerkőcnek a kis szemészeti arculata, ha mondhatom így. Többek között a Magyar Láncszer és Szövetség kezdeményezésére létrejött akció egy-másfél évig tart. Ez alatt a gyermekotthonokban 8000, a nevelőszülőknél további csaknem 20 000 gyermek részesülhet teljes körű szemészeti ellátásban.
A szociális ügyekért felelős államtitkár a program kapcsán úgy fogalmazott, a gyermekvédelem akkor lehet sikeres, ha az közös ügy. Ez a mostani program az arról szól, hogy egy civil szövetség azt gondolta, hogy neki is van tennivalója, és karöltve a kormányzattal, karöltve egyébként segítő látszerészekkel azt a célt szűzték ki, hogy az a 23 ezer gyermek, aki a saját családjától távol, nem a vér szerinti családjában nő fel, kaphasson arra lehetőséget, hogy plusz segítség által biztosított legyen a látása. A kormány és civil szervezetek összefogásával létrejött Láss, hogy ők is láthassanak elnevezésű kezdeményezés, novemberben Székesfehérváron folytatódik. Egy csaknem 23 évvel ezelőtti gyilkossági ügyben neveztek meg két gyanúsítottat a rendőrök. Néhány napja Németországban fogtak el egy férfit, az 1999-es Döher gyilkosság feltételezett gyilkosát, itthon pedig a felbújtót kapták el. A másik lehetséges elkövető már meghalt. Döher György vállalkozót és a bolgár testőrét 99 telén egy presszóban lőtték le. Már akkor gyanították a rendőrök, hogy alvilági leszámolásról lehet szó. Archív felvételek 1999-ből. Ebben a fővárosi presszóban gyilkolták meg február 2-án Döher György vállalkozót és bolgár testőrét. 11 óra körül egy ismeretlen férfi sétált be a helyiségbe, agyonlőtte a két férfit, majd egy társával távozott a helyszínről. Már a nyomozás kezdeti szakaszában elképzelhetőnek látszott, hogy alvilági leszámolásról van szó. A BRFK azonban 1999. októberében megszüntette a nyomozást, nem találtak elegendő bizonyítékot. 22 évvel később, idén nyáron azonban újra elővették az aktát. Idén augusztusban a szlovák és a magyar kollégák olyan információhoz jutottak, amely alapján az imént említett 1999-es emberölési ügy tovább folytatása vált indokoltá. Ezek már D. Alex pénteki elfogásának pillanatai. A nyomozók az éjszakai életben Turek néven ismert férfit gyanúsítják a gyilkosságra való felbújtással. Az alapos gyanú szerint 1999. február 2-án egy Csalló közből érkezett bérgyilkos D. Alex megbízásából lőtte le egy Kalasnyikov gépfegyverrel Döhert és testőrét a palotás presszóban. Szintén pénteken egy másik embert, az egyik feltételezett végrehajtót is elfogták. Az 1999-es február 2-ai elkövetés végrehajtó személyek közül Eszárpád korábban elhalálozott, és B. Károlya szemben európai elfogató parancs került kiadásra. Nevezett szemét a német célkülözési egység közreműködésével 2021. október 8-án Németország területén sikerült elfogni. D. Alex vonatkozásában annyit lehet elmondani, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság a mai napon elrendelte nevezett letartóztatását. D. Alex ellen az utóbbi években több eljárás is indult, többek közt emberrablás, zsarolás és kábítószerrel való visszaélés miatt. Ezeket az eljárásokat azonban megszüntették. Egy másik büntetőügy azonban továbbra is folyik ellene Szlovákiában, ez szintén egy alvilági leszámolás, szintén 1999-ből, amikor a Dunaszerdahelyi Fontana bárban 10 az éjszakai életben is aktív embert végeztek ki. Lakott területen egy furgonra zuhant egy kisrepülőgép San Diego közelében. Több jármű kiégett, de a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, mielőtt az átterjedt volna más házakra. Eddig úgy tudni, hogy ketten haltak meg. Az egyik áldozat a gép pilótája volt, a másik pedig abban a furgonban utazott, amelyikre a gép rázuhant. További két embert, egy házaspárt kórházba vittek, őket egy lángba borult házból menekítették ki. A balesettől három háztömnyire található egy gimnázium, ott nem okozott károkat a szerencsétlenség. A kétmotoros Cessna Arizonában szállt fel, és kényszerleszállást akart végrehajtani a San Diego-i repülőtéren, de nem jutott el odáig. Még nem tudni, hogy miért zuhant le. Már több mint 120 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát Kína északi részén az áradások miatt. Egy hét alatt csaknem 200 mm-nyi eső esett, miközben az októberi átlag 20 mm. A mostani árvíz súlyosabbnak tűnik, mint a három hónappal ezelőtti Honan tartománybeli áradás. Akkor több mint 300-an haltak meg.
Megállás nélkül töltik a homokzsákokat a mentőcsapatok és a helyiek Kína északi részén. Sanszi tartományban napok óta súlyos áradások pusztítanak. A múlt heti heves esőzések miatt már több mint 17 ezer lakóház semmisült meg, és csaknem 200 ezer hektárnyi termőföld került víz alá. Több tucatnyi településen földcsuszamlások is voltak, az egyikben életét vesztette 4 rendőr, aki a mentésben segítkezett. Eddig több mint 120 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, de a hatóságok szerint összesen csak nem 2 millió lakót fenyegetnek az árvizek. Sanszi tartomány székhelyén egy hét alatt csak nem 200 milliméternyi csapadék hullott. Az októberi átlag csak nem 10-szerese. Összehasonlításul Magyarországon 4 hónap alatt esik ennyi eső. Sanszi a kínai széntermelés központja. A heves esőzések miatt több mint 400 bányában függesztették fel átmenetileg a kitermelést, és több mint egy tucat vegyi üzemet is bezártak ideiglenesen. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő Pingzhou óvárosának híres falát is megrongálták a heves esőzések. A szakemberek szerint a település ősi agyagépítményei is veszélyben vannak. A szomszédos Hopei tartományban legkevesebb 3-an meghaltak, 11-en pedig eltűntek, amikor egy busz egy megáradt folyóba zuhant. A hírek szerint a buszon 51-en utaztak, közülük 38 embert sikerült kimenteni. Kínai szakemberek szerint a mostani árvíz súlyosabb a 3 hónappal ezelőtti Honan tartomány sújtó áradásoknál. Akkor több mint 300-an haltak meg az ítéletidő miatt, és legalább 800 ezer embernek kellett ideiglenesen elhagynia az otthonát.